Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem köztöt látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, az érdi Spartacus SC elnökét, Tar Mihályt üdvözlöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! A mai alkalommal egy kicsit visszatekintünk, és nem csak az elmúlt évre, hanem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt négy évtizedet vesszük figyelembe, hiszen idén szeptemberben lesz 40 éve, hogy van birkózás Érden, tehát akkor még nem érdi Spartacus SC-nek hívták tulajdonképpen az összefogó szervezetet. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, hiszen a kezdetektől kezdve azért ön foglalkozik itt a birkózással Érden? Hát igen, 1973-ban én Honvédba a Spartacus vezetőedző Jóváros Anyi bácsi keresett meg bennünket, hogy hát keresni fiatal edzőket, csinálnának Érden egy szakosztályt. Akkor még a MÜM 220-as iskola akkor került átadásra, annak a termelet kimérelve vagy kiszemelve erre a célra, és szeptember kezdtük az első toborozásokat és az első birkózó edzéseket tartani Érden. Nagy érdeklődés volt akkor a birkózás iránt? Itt Érden legalábbis. Igen, sokkal könnyebb dolgok volt az edzőknek, hiszen a focin kívül nem nagyon volt más sport. Ugye azóta a világ legnagyobb fejlődött, tévéadások, ilyesmi volt maximum a szórakozás Érden. Tehát volt úgy, hogy 70-80 gyerek állt sorba, kis teremben, három sorba fértek el. Szóval nem láttam a végét. Egész osztályok lejöttek, tehát akkor még sokszor könnyebb volt is. Hát más volt a körülmények. Szakemberként hogy látja a sport? Mennyit változott az elmúlt négy évtizedben? Hát a sport az változott itt is, csak itt nem perc, meg centiben mérjük a változásokat, hanem a küzdelmekben egymás ellen. Ez nehéz is sokszor, mert viszonyítási alap nehezebb. Illetve nehezebb adokat az embereket megtalálni, akik vállalják a lemondást a sportért. És hogyha itt az elmúlt 40 évet veszük figyelembe, Érd szempontjából természetesen, akkor hogyan látja, mikor jöttek meg az első eredmények? Mennyi idő kellett ahhoz, hány év kellett ahhoz, hogy aztán utána igazán kibontakozhasson maga a birkózás itt Érden? Szerencsém volt nekem annak az időben. Tehát ott még a 70-es években a korosztályok, akkor még 6 éves, 8 éves nem birkozott, meg 10 évesre. Kis Sanyi volt az első, mindjárt egy-két év után, aki szakmunkás tanuló volt, elcsibő járt ide, volt az első válogatottunk, aki világbajnoki harmadik volt. Tehát Bánfi Józsi, Kovács Mencsék, már elég hamar sikerült az évvonalba kerülnünk. Ők még vállaltak a kemény munkát, tehát az egyes után hat maradás, plusz edzéseket, és sikerült hamar fölzárkózzunk az élvonalhoz. Mennyire volt szükség általánosságban véve önálló megmaradásra, illetve mennyire volt támogatója a kezdeményezésnek, illetve magának a sportnak itt Érden? Hát az első évben a Spartacusnak volt a kiegyett szakosztálya, a Budapesti Spartacusnak. A 80-as évig mi működött is valamire, mikor elfogyott a központi pénz támogatás, attól kezdve kicsit önállósodni kellett, önállósodtunk. Tehát a helyi megoldások kell találnunk, támogatásokat, forrásokat, hogy fent tudjunk maradni. Az érdi Spartacus SC tulajdonképpen mióta létezik? Hát 2002-ben alakult meg az Egyesület elsőnállóként. Már a 90-es évektől, mint Spartacusért szerepeltünk a könyvekben, meg versenyeken. Közben említeném, hogy 98-ban megalapítottuk az érdi birkózókért alapítványt, ami ma is működik, hogy legyen egy önálló jogi, anyagi forrásunk, lehetőségünk a működésre. Hiszen, mint mondtam, a 80-as évektől csökkent a büdzsé, 90-től szinte már semmit nem kaptunk az anyaegyesülettől, úgymond. Tehát első lépésként az alapítvány megalakítása volt a megoldás, aztán 2002-ben 100 taggal megalakult a Érdi Spartacus SC Sportklub, akkor még két szakosztállyal, birkózás és szumó szakosztállyal, illetve szabadidős szakosztály volt a harmadik, ami nem verseny, hanem tömegsport szakosztály, úgymond. Most mennyire sikerül megvalósítani az önállóságot, illetve milyen helyzetben van jelen pillanatban az Egyesület? Hát nincs könnyű helyzetben, mint a országban a sportegyesek nagy része, akik kimaradtak ebből a látványsportágokból, sajnos. Mi napi harcot vívunk a megéletésért, tehát ránk is hat a váltság, a környezetnek a hatásai, hiszen amit megoldottunk szülő segítséggel, meg
közös erővel, most már ezt nem tudjuk megoldani. Itt a városban milyen támogatásokat tudhatnak magukénak? Szerencsém volt az önkormányzat értékére a sportágunkat, de sajnos ő is egyre nehezebb helyzetbe kerül, és egyre csökken a támogatás, kiadások nőnek, tehát kötéltáncot járunk a fönnmaradásért. Az egyesületben birkózók száma, az hogyan alakul? Csökkenő tendenciát, növekvő tendenciát mutat? Mennyire népszerű ma a birkózás? Én úgy értem, egy közepes népszerű érden, itt azért a hagyományok, szájhagyomány, nagyon kevés utca van, ahol nem lehet van birkózó, családok, kapcsolatok, tehát ez egy előnyt jelent. A munkásság a hátát, ez a körülményekkel van gond, ugyanis hát a szőnyegrakás minden héten háromszor, tehát pici teremben maximum 15 gyerek fér el a legaprájából is. Tehát én úgy érzem, hogyha megkapjuk a végleges otthonunkat, a birkózó termet, akkor föl fog lendülni. Van lehetőségeink is, ki tudjunk tárolkozni iskolák felé, óvodák felé, illetve hát meg tudjuk bontani a csoportokat, hiszen együtt edz a 6 éves a 60 évesre. A biztosított feltételek szempontjából az érdi egyesület a többi egyesülethez képest nehéz helyzetben van? Tehát hát a technikai feltételekre gondolok itt. Sajnos érdi nagyon hiányos sport termekben, pályákban. Szerintem országos átlag alatt vagyunk. Iskolai tornatermekben itt azért 70-es városban nem sok van, ahol nincs sportcsarnok. Itt már 8-10-es városokban látunk sportcsarnokat. Ekkor várva 3-4 sportcsarnok is üzemel sportpályák, hiszen néhány éve lett egy olyan terem, ami egyáltalán rendezett egy versenyt a Batthyány sportcsarnok felújításával. Tehát nagyon-nagyon hátrányos helyzetben van az érdi utánpótlás gyerekek, lakosság terem szempontjából. 70 000 ember sokkal több lehetőség kellene. Ez hogy érzi a teljesítményeken, ez látszódik, vagy azért itt ezeken próbálnak túllépni a birkózók? Ugye kiválasztódás van minden sportban, kevesebb ember tudunk megmozgatni, nehezebb itt aranymosás folyik, tehát itt tonnákat, meddőket kell mozgatni egy-egy arany szemcséért, egy-egy gyöngyszemért, és hát nem tudunk annyit embert megmozgatni, amit szeretnénk, tehát a létesítmény hiány miatt. Említette az előbb már, hogy szeretnének nagyon beköltözni az új otthonba, méghozzá ez a sportcsarnok lenne, hiszen a sportcsarnokon belül már van egy elkülönített birkózóterem. Ezzel milyen lehetőségek nyílnának meg? Hát egyszerűen erre vágyunk 40 évre, már nagyon sok lehetőség volt, saját terem, már telket is kijelölték, legalább ez a 10. megoldás, ami a végleges otthonunkat jelenteni. Azt jelenteni, hogy tudnánk délőtt edzést tartani iskolásoknak, kisebbeknek, óvodásoknak. Délután 4-től lehetne folyamatosan egy korosztályos gondás edzést tartani, hiszen most este 7-kor kapunk termet, és mikor egy 6 éves gyerek vagy 8 éves fél 10-kor ér haza, nem ideális időpont, úgy gondolom, hogy ezt mindenki beláthatja. Illetve, mint mondtam az előbb, a veteránok együtt edzenek a legkisebbekkel, ennek van előnye, hátránya. Szülők mennyire nyitottak itt a megoldásokra, mert te említette, hogy a fiatalabb korosztály azért egy ilyen este 7 órai kezdést már nehezebben tud elviselni. Hát így van, a szülők is alig várják, pláne a kisgyerekes szülők. Már nagyobb akkor olyan szemben nincs gond, mert ők beálltak erre évek során, hogy este 7-kor kezdődik az edzés, de kicsit nagyon fontos, mikor látjuk a kisgyerek már nagyon fél 9-kor baubiskora szőnyegen, picit megállunk valami egy fogásmagyarázatnál, néha elpiszen egy pici gyerek, de hát sajnos ezek a lehetőségeink. Beszéljünk egy picit akkor így a közelmúltról, méghozzá az elmúlt évről, hiszen így 2013 elejéről még nyugodtan visszatekinthetünk a 2012-es évre. Hogyan érzi? Milyen volt a 2012-es év birkózó szemmel Érdem? Hát én úgy érzem, hogy eredmény szempontjából szinte a legeredményes évre zártuk. Tehát egy fejlődés volt akkor a korábbi évekhez képest? Az eredmények szerint igen, gazdasági szempontból kicsit visszafejlődtünk, ugyanis fejlődtük a tartalékainkat, amit a évelei kezdése szánunk. De én úgy érzem, hogy aki látta az eredmény táblázatunkat, hiszen 519 érmet szereztek az egyesület sportolói, abból 104-et világversenyen, bajnokságokon, aranyérmet. Milyen világversenyeket említhetünk?
Hát itt beszélhetjük a veterán világbajnokság, amit volt Budaörsön, ott két aranyérem született, vagy beszélhetünk a női világbajnokságról, ahol junior korosztályban Dénes Merci Tájföldön bronzérmet szerzett, vagy beszélhetünk a Szumer Európa bajnokságról itt Budapesten, ami nagyon nagy sikert hozott, vagy itt megegyezném, hogy itt az oroszok, ukránok nem voltak jelen, 16 országban nem voltak itt. De hát itt a magyar bajnok aranyérmekről, itt 30-40 aranyérmet nyertek a versenyzők, magyar bajnok aranyérmet, tehát azt hiszem, hogy ezt nem kell megmagyarázni. A legkisebbek milyen eredményt mutattak a tavalyi évben? Le lehet ezt bontani korosztályokra? Itt most nincs korosztálybontásom. Én úgy érzem, hogy a picik, a legkisebbek is elindultak egy fejles útján, azt mondtam, hogy bekattantak. Egyszerűen csalás módon egyik hétről a másikra hozták az eredményeket. Tehát lehengelték 4-5 versenyzők, mindig ott van dobogó tetejének közelébe. Tehát ez is érdemes csinálni, mert látjuk a jövőt. És hogyha az Egyesületnek a több mint 500 helyezését érmét tekintjük, akkor ez így összességében egyesületi szinten milyen eredmény? Tehát, hogyha országosan akarjuk összehasonlítani hát, az érdieket? Mondjam azt, hogy a birkozóknál a 130 szakosztályban 5. helyen végeztünk. Egy Ferencváros 14. hát jól emlékszek rá. Tehát megelőztünk 125 egyesületet, akiknek általában sokkal jobb a körülmények, illetve akik előttünk vannak, azok ilyen gyűjtő egyesületek, hogy 3-4 szakosztályt vontak össze. Egy Dorog, Esztergom, tehát az egynek számít. Tehát, szinte nem is van olyan egyesület, aki megelőz bennünket, aki egy szakosztály önállóan dolgozik. Viccesen akár meg is kérdeztem, és mi lesz akkor, hogyha majd rendeződnek a technikai feltételek, akkor tulajdonképpen az összes szakosztály, vagy egy egyesület közül talán akkor az élen végezhet az érdi Spartacus sportklub? Ha nem is az élen végezni, de jobb lesz a körülmények, több lesz a gyerek, aki tud sportolni érden, mert nekem mindig volt az első célom, hogy akkor lehozza a gyerekét, hogy mi lesz a gyerekből, mert legyen egészséges felnőtt, aki eltart bennünket mondjuk. Azt a eredményt is oda, még pluszként könyveljük el. Ugye sokszor a szülők egyszerűen nincs türelmük kivárni, hogy gyerek eredményes legyen, hanem hogy jaj, hát sokszor visszakad, ne bántsa a gyereket, majd ki fogad alakulni. Én hagyok inni időt, hogy a gyerek kifusson, mert ugye nem minden egyforma. Egy akcelerátorkor ér egy gyerek, az szinte egy-két év múlva, vagy hónapok múlva eredményes lesz. A későn érőnek 5-6 év munka kell, hogy utolérje a többieket, viszont hosszú távon az a kifizetődő. Tehát azt mondják, hogy a lassú munka az meghozza a gyümölcsét. Itt birkózást, szumót és grapplinget is említhetünk. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a birkózás az, ami a legsikeresebb jelen pillanatban az érdi Spartacus SC életében? Hát mi alap a birkózás, ugye, mert ez a birkózó szakosztály voltunk, ott kezdtünk, birkózóket alapítványunk van. A szumó szakosztály egy birkózásnak egy ága, ami inkább az, hogy valamivel sikeresebbekbe könnyebb eredményt elérni. Tehát én azért is szálltam be, ott is 12 éve dolgozom a szövetségben is, legnagyobb társelnök, alelnökként 10 évet töltöttem el benne, hogy akinek sikere nincs a birkózásban, tehát nem tud elérni adottságai alapján, képessége alapján, itt hamarabb jut ki sikerhez. Tehát ezáltal meg tudjuk tartani, sportol tovább, ezért is vettük fel a szumó szakágat is. A grappling meg a divat sportágak úgy egyike, aki nagyon sokan visszakértek, abbahagyták a birkózást, de a grappling visszajött, ugye ennek grapplingnek 4 szakága van, ebben benne MMA, a ketrec harc, illetve a gi és nogi szakágak, melyek kicsit már ilyen divat sportágához hasonlóan közkedvelt ebben a fiatalságnak, a középkorú fiatalok körében, a 15-16 évesek körében. Talán egy picit a nyári programokról is beszélhetünk még hozzá. Volt edzőtábor, illetve volt Erzsébet tábor is. Melyik mit jelentett a birkózóknak? Hát a július végén volt egy edzőbet táborunk, Komáromi Tiborral, aki vezette a táborunkat. Én úgy érzem, azt hittük, hogy egy kirándulás lett, de hát nem kirándulás, hanem egy kemény napi 2000-es tábor. A gyerekek úgy készültek, hogy nyaralni mennek a Balatonra, Balatonberénybe. Tartott, lett megtartva egy gyermektáborba. Hát egy gondunk volt, hogy szabadtéri szőnyeg, ugye mindjárt jött egy nagy kétnapos eső, mikor úszott a szőnyeg, reggel pakoltuk, szárogattuk,
ha meg a nap kisütött, akkor 45 fokos volt a szőnyeg, nem lehetett rálépni. Még Zoknin keresztül, és amikor véletlenül elmentem Zoknivát, le kellett szaladni, mert forró volt. És volt egy sátrunk az eső miatt, hát ott sem volt ideális nyár július végén. De én úgy érzem, hasznos volt, 200 gyerekre 10 rajta, 10 fő lehetett vinni egyesületenként, amit ki is használtunk maximálisan. Idén már úgy néz ki, hogy az a sikerült Zánkán lesz, zárt teremben, ami nem lesz időjárásfüggő, és két turnust is tudunk vinni, remélem, hogy tudunk pályázni sikeresen rá, és akkor június elején és augusztus végén tudnánk 10-15 fő elmenni. És még idei eredményekről, akkor már a 2013-as évről beszéljünk, hiszen körülbelül 2 hete volt az Érd Kupa, és január 12-én és 13-án itt milyen eredményekkel büszkélkedhetnek az érdi birkózók? Hát én úgy érzem, hogy szombaton volt a Érd Kupa birkózó verseny, ami hát Európában is az első között van harcszőnyeges verseny, több mint 400 fő indulóval, csapatversenyt szokás szerint megnyertük, bár azt szoktam mondani, hogy mi jó rendezünk versenyt, és ha eredmény van, azt még külön örüljünk neki. Visszatérő vendégek vannak külföldről, 9 szakosztályos külföldről, szinte minden nevű meghívás nélkül. Szálljam, mint az erre, hogy egy nagyon jó verseny, és külön kérjük, hogy eljöjjenek. Már lassan vissza kell fogni a lehetőséget, mert a terem nagysága véges egy picit, a befogadó képessége. Nem is mondom, mennyi voltunk, mert itt Rozgonyi János úr rosszul lesz, meg tudja, hogy egy létszám korlátok vannak itt ennek a teremnek. És vasárnap volt 10 ország részvételével van a szumó verseny, ami hát Európa bajnokság után egyik legnagyobb szumó verseny Európában. Idén még milyen nagy volumenű megmérettetések várnak az érdi birkózókra? Hogyan látja az idei évet? Hát én bízok benne, hogy lesz képviselünk a világversenyeken. Ugye junior felnőtt világversenyen bízok benne, hogy kijut emberünk. Kadettbe fiataljaink, első éves fiataljaink, mert meglátjuk, még nem volt kadett verseny, hogy beleférnek-e a válogatottak soraiba. Juniorba is még kialakulhat valami. Illetve szumbó Európa-bajnokságra készülünk. Én bízok benne, hogy azért egy-két érmet kerülhetünk az idén is világversenyen. És egy picit vonatkoztassunk el a birkózástól, legalábbis ami a sport részét illeti, és koncentráljuk február 2-ára, szombatra, hiszen a Finta József rendezvényteremben pedig a hagyományos birkózó bál kerül a megrendezésre. Mit lehet tudni a programról, miért olyan különleges ez az egyesület életében? Hát ezt 20 éves fennállásunk alkalmával kezdtük el a bálrendszerünket, bált rendezni, illetve az év értékelését. És én úgy ilyen közkedvelt lett a városba is, illetve a tagjaink versenyek körébe. Úgy egész évben vezetünk egy rangsort minden szakosztályba, tehát a versenyek alapján pontozónak korosztályok a gyerekek, és ez alapján kialakul a végső rangsor minden korosztályba. Idén 20 kupát osztunk ki, ami úgy érzem, hogy megérdemel, ezeket kapják, illetve 6-an kapnak külön plakettet, ugyanis van olyan Európa-bajnok, aki nem fér bele a jelen a rangsor első helyezettjébe. Itt vannak olyan magyar bajnokok, diákoli bajnokok, akik az érdi rangsorban a 3. helyen végeztek, meg 2-en megelőzték őket. Mire lehet számítani az este folyamán? Megtörténnek a kupa átadások, és onnantól kezdve mi vár még azokra, akik részt vesznek ezen a birkozó bálon? Hát én úgy érzem, hogy egy kellemes este vár mindenkire, ugyanis ez nem a hagyományos bál, hanem itt családok jönnek, gyerekek ott vannak, tehát nincs igen, még lakodalom jellegű. A koktélparti szokott játszik évek óta, nagyon jó zenét játszik, tehát minden korosztálynak megtalálják a száj íze, talpalávalóját úgymond. Mikor a 10 éves gyerek táncol a anyukájával, nagymamájával, illetve a mi fiataljaink, akit nem is hiszük, hogy táncolnak, nem csak diszkon kívül is, a 10 éves fiúk, lányok, tehát egy jó hangulatú, korosztálymentes bál, aminek hát a hajnalórák vetnek véget. Csak a birkózóknak szól ez? Nem, hát ez a birkózó bál, ugye úgy indult, akkor még a birkózakosztály volt, amikor elkezdtük, de hát ugye a nyelvezete, a neve, azt meghagytuk, ez védett név, ugye. Mert mondtam, az érdi birkózók napja, a február első szombatja, az így van már a több mint egy-két évtizede lassan.
Városból is jönnek vendégek, visszajáró csoportok van, akik járnak a bálunk rendszeresen, illetve hát minden szakosztályt értékeljük, a grappling szakosztályt, a szumó szakosztálynak az eredményét, tehát ez egy Érdi Spartakusz sportbálnak is hívhatná mai nevén. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztőt látták, ne feledjék, műsorainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!